Átadták a stafétát, új épületrész, előzetesben van a jászladányi gyilkos, új kerékpáros rekord. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 12-én 18 óra 5 perckor. A fiataloknak átadták a gazdák a stafétát. Karcagon kezdte meg működését a Jász-Nagykun Szolnok megyei fiatal gazdák gazdaköre. A szervezet elnöke Házi Margit, akit a NAK és a Magosz megyei elnöke Hubai Imre Csaba is segít. A 30 éve alakult Jász-Nagykun Szolnok megyei Magosz az érdekvédelem mellett sok más dologban is segíti a gazdákat. A rendszerváltáskor a földprivatizációban a gazdáknak irányt mutattak, feltárták a lehetőségeket, információkat adtak a gazdálkodás menetével kapcsolatban. Ennek az volt a létrehozásának a célja, hogy a rendszerváltáskor megkövetkező privatizáció, földprivatizáció újonnan meglévő gazdái részére irányt mutasson, feltárja azokat a lehetőségeket, ami a gazdálkodás folyamatában az elmúlt 44 óta kialakult időszakban a gazdák lehetőségeit bővítik. Ennek kapcsán a földprivatizáció, a földkimérés, a föld tulajdonképpen kárpótlása kapcsán a gazdák földhöz jutottak. A földhöz jutás kapcsán a gazdáknak kellett adni egy olyan információt, ami a gazdálkodás menetével, jogi helyzetével kapcsolatos, valamint a földműveléssel kapcsolatos egyéb dolgokat, kereskedelmi lehetőségek, milyen irányt meg arányt szabjanak a gazdálkodásuknak, a műszaki háttér biztosítását, és ettől fogva mi már készültünk az uniós csatlakozáshoz, hiszen az volt a ígéret az unió részéről, hogy 4 éven belül az unió tagja tudunk lenni. Ez sajnos nem így alakul, ez mindössze majd csak 2004-ben következett be. A gazdatársadalom jól vette az akadályokat, jól felkészült a gazdálkodás menetére, a jó gazda gondosságával művelte a földet, beilleszkedett a társadalomnak abba a rétegébe, ami a termelést, a feldolgozást, a piacra juttatást jelentette. Ennek ékes bizonyítékát láthattuk tavaly a Covid miatt kialakult helyzetben, amikor a magyar nemzetgazdaság élelmiszerrel való ellátása megfelelőképpen megtörtént. A gazdakörök és a NAK feladata, hogy a gazdákat friss információval segítse, hangsúlyozta Hubai Imre Csaba. A gazdatársadalom másik dologa az volt, hogy az érdekképviselete kapcsán bekapcsoljon a politikai életbe, hiszen a megfelelő képviseletünk nélkül országos döntésekben nem tudunk részt venni. A helyi gazdakörök, megyei gazdakörök feladata az volt, hogy a vidéken lévő gazdakörök megalakulását, kialakítását segítse, gazdafórumokon keresztül adjon olyan információkat, ami beillesztő a nemzetgazdaság a társadalom minden vonatkozásában, és hát ezeknek kapcsán megkötöttük a megállapodást a Fidesz Magyar Polgári Párttal, hiszen nekünk szükségünk volt arra, hogy legyen egy olyan párt, aki felvállalja a gazdák érdekeit, a gazdák gazdálkodásával kapcsolatos összes teendőjét, és ezt megtaláltuk a Fidesz Magyar Polgári Pártban, ami nagyon szépen működik attól fogva, már azelőtt is egyébként, de utána hivatalosan már így működött, és itt Karcagon történt a megállapodás megkötése. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr és Jakab István elnök úr megkötötték a megállapodást, és ettől fogva a parlamentben is megvan a megfelelő képviseletünk. Továbbá nagyon fontos az, hogy a gazdálkodás során az első föld privatizáció után az akkori népcsoport, akkori réteg, akkori korosztály megkapta a földet, gazdálkodott rajta. Szólt arról is, hogy a privatizációkor az akkori korosztály, aki megkapta a földet és azóta gazdálkodik rajta, elérkezettnek látja az időt arra, hogy a stafétát átadja a fiataloknak. Véli Huba Imre Csaba. A megyei gazdakörök szövetségének a iránymutatása alapján annak szervezésébe megalakult a Jász-Nagykun Szolnok megyei fiatal gazdák gazdaköre, és ez a gazdakör felelő a megye
minden területének egy-egy képviselőjével a helyi érdekeket, illetve a helyi lehetőségeket, és a fiatalok tovább tudják szervezni az ő saját munkájukat, be tudnak illeszkedni a hagyományoknak megfelelő dolgokba, a jelenbe, és tudnak egy olyan stratégiát képíteni, egy olyan alkalmazott lehetőséget, úgy műszaki szempontból, emberi társadalmi szempontból, hogy meg tudjanak felelni a követelményeknek. Ennek kapcsán megalakult a fiatal gazdák gazdaköre, nagyon szépen, ügyesen, talpra esetten vállalták a vezetők azokat a feladatokat az eddigi életútjuk bemutatásával, hogy a elkövetkező időben helyt fognak állni, segíteni fogják, szervezni fogják a fiatalokat, hiszen az ő munkájuk a mai modern rendszerben, amit őseitől örököltek, azoknak a alapjain tovább tudnak lépni, tovább tudnak menni, és szilárd alapokon tudnak fejleszteni, gondolkodni, cselekedni, családot alapítani, és minden vonatkozásba megfelelni azoknak a követelmények, amit helyileg támasztunk, nemzeti szinten és nemzetközi szinten egyaránt. A Szent Pál Marista általános iskolában építkezés kezdődött. Miért volt erre szükség, és mi fog megvalósulni a régi épület helyén, erről Pau testvért kérdeztük. A szeptemberi tanévkezdés zökkenőmentes volt, de nem könnyű időszak ez most, hiszen az iskola udvar nagy részén építkezés folyik. Most nem könnyű időszakot kezdődött az iskolában, mert nem könnyű, amikor az iskola udvaron egy nagy része építkezés folyik, de hála Istennek a gyerekek oda járnak, ahova voltak eddig, ezért nincs olyan különös áthelyezés a gyerekeknek, csak hogy a tornaterem jutását az utcán kell menni, mert az udvar már nem teljesen lehet közlekedni, ezért csak az utcán kell menni a tornateremben. De a gyerekek akkor ugyanazok az osztályokba járnak, mint eddig voltak, ezért ezzel nincs változás. Lebontásra került a régi épület, amihez sokakat szép emlékek fűznek. Így tettek el az épületből téglákat emlékeztetőül. Az épület már nagyon rossz állapotú volt, nem volt alkalmas oktatásra, ezért úgy döntöttek, hogy lebontják. Helyette 5 tanterem, 1 szaktanterem és egy közösségi terem épül. Tettünk el nekünk darab téglát, hogy ilyen emlékeztető legyen nekünk, mert szép épület volt, de sajnos már nagyon rossz állapotú volt, már nem volt egyáltalán alkalmas az oktatásra. Ezért úgy gondoltunk, hogy az iskola szüksége is lenne egy nagyobbik épületet. Ezért úgy döntöttük, hogy akkor leromloljuk a régi épületet, és helyette fogunk építeni egy újat, amit ott fog lenni 5 tanterem, egy szaktanterem, meg egy közösségi terem is. Mert a mostani helyzet az iskolában, hogy minden szakterem, minden fejlesztő szobat tantermi lett, mert nincs több hely a gyerekeknek, sajnos. A beruházás hivatalosan 2022. decemberében lesz kész, de már csúszik minden az építőanyag áremelkedés miatt. Most plusz forrást keresnek. Nagyon csúszik minden, ezért nem vagyunk benne biztos. Hivatalosan úgy lesz, hogy 2022. decemberében már lezárt az építkezés, az átadás lesz, de már csúszik minden, ezért nem vagyunk ennem biztos, hogy pont ezen a dátum lesz akkor. És forrás, a többsége egy pályázati forrás, EU-s pályázatból, de mivel most az építkezés nagyon drága lett, mindenképpen ezért ön erőt is kell tennünk, amikor beadtunk a pályázatot, elvileg nem kellett volna, de most sajnos ez is kell, mert nincs elég a pályázati forrás, hogy fedjük a költségeket. A beruházást EU-s pályázatból és önerőből valósul meg, mintegy 650 millió forintból. Elméletileg 2023-ban már belakják a gyerekek az új épületet, ami illeszkedni fog a meglévő épülethez, de lesznek régi téglarészek is az új épületben, hogy emlékeztessen a múltra. Úgy próbáljuk, hogy ilyen téglarészek is legyen az új épületben, hogy nem annyira más legyen, mint volt régen, meg a fennmaradó épület rész, akkor ne legyen annyira más, mint eddig van. A Marista testvérek 10 éve vannak az iskolában, mint fenntartó. Úgy gondolunk, hogy nekünk, mint fenntartók, fontos ezzel gondoskodni, hogy az iskola jól megyen, jó
termek, jó épület, jó felszerelések legyen az iskolában, mert ez nagyon szükség lenne a megfelelő oktatásra, ezért nagyon ragaszkodunk, hogy legyen egy megfelelő új épületet is a gyerekeknek is. Pau testvér szerint nekik, mint fenntartónak fontos arról gondoskodni, hogy az iskolában jó termek, épület, felszerelések legyenek, mert ez kell a megfelelő oktatáshoz. Ezért működtetik a tanodát is, ami megyei szinten példaértékű, itt délutánonként jelenlegi és volt diákjaik tanulását segítik. Bűncselekmény áldozata lett egy fiatal nő Jászladányban. Az ágynemű tartóba rejtette felesége holttestét a jászladányi gyilkos. Kegyetlenül végzett vele féltékenységből, 8-szor szúrta meg a nyakám. A feltételezett elkövető a gyanúsítotti kihallgatása során beismertetettét. A nyomozóhatóság a terhelt őrizet bevételéről rendelkezett, és a mai napon előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására. Ezután megpróbálta eltüntetni a holttestet és a nyomokat, a kést és a véres ruhákat el akarta égetni, az áldozatra pedig rázárta az ajtót. Ezután busszal elindult a szomszéd faluba új ruhákat vásárolni. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség emberölés büntetének megalapozott gyanúja miatt tett indítványt egy 22 éves jászladányi férfivel szemben. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi jászladányi családi házának egyik szobájában 2021. december 30. napján délelőtt szerelemféltésből kialakult veszekedés során több alkalommal késsel nyakon szúrta a feleségét, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi ezt követően a feleségét az ágynemű tartóba rejtette, a gyilkos ezt közt a kályhába dobta, majd a szoba ajtaját egy lakattal lezárta. Ezután Jászkísérre utazott autóbusszal, hogy a véres ruhái helyett új ruhákat vásároljon magának. A főügyészség azért indítványozta a büntetlen előéletű férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés súlyára figyelemmel, ez 5-15 évig terjedő szabadságvesztés büntetés, megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől elrejtőzne, kivonná magát a büntetőjogi felelősségre vonás alól, illetve a tanúk befolyásolásával megnehezíteni a bizonyítást. A meggyilkolt nőt végül rokonai találták meg, a gyilkost elfogták, és már le is tartóztatták. Összesen 87.920 kerékpáros hajtott át a kiskörei vízlépcsőn Izemi hídján 2021-ben, meghaladva minden korábbi év forgalmát. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint tavaly új havi csúcsok is születtek februárban, a három nyári hónapban, valamint szeptemberben. A kiskörei szakaszmérnökség 2008 óta kíséri figyelemmel a duzzasztó műven áthaladó kerékpáros forgalmat. A statisztika szerint az első nem teljes évben, 2008-ban 6.800 biciklis gurult át az üzemi hídon. 2016-ban a számuk már meghaladott. Haladta a 20 ezret, 2017-ben a 30 ezret, 2018-ban pedig 56.959-re nőtt a forgalom, ebből 5.150 volt a versenyző. Kismértékű visszaesést követően 2019-ben 49.000 biciklis hajtott át a duzzasztó mű felett, ebből 1.990 versenyző. 2020-ban 70.435 bringás gurult át, így Jász-Nagykun Szolnok megyéből Hevesbe vagy fordítva, köztük 104 versenyző, tavaly pedig 87.920-ra nőtt a számuk, ebből 1.100 versenyzés szándékával tekerte a pedált. 2021-ben korábban nem tapasztalt számú kerékpárost regisztráltak, februárban 321, júniusban 13.372, júliusban 20.161, augusztusban 22.882 és szeptemberben 13.103 főt. A nyári hónapokban tehát együttesen 56.415 biciklis számlált a kiskörei szakaszmérnökség, ami majdnem annyi, mint 2018-ban a teljes évi forgalom. Fontos megjegyezni, hogy az igazgatósági statisztikákban csak azok a bringások jelennek meg, akik áthajtottak a duzzasztó mű felett, így azok, akik például abátszalókról tekernek Tiszafüredre, onnan Poroszlóra vagy
éppen Kisköréről Sarudra nem szerepelnek a statisztikában. A kiskürei üzemi hídon áthaladó kerékpárosok számának évenkénti alakulása. 2008-ban 6800, 2009-ben 12167, 2010-ben 6691, 2011-ben 11214, 2012-ben 18355, 2013-ban 16143, 2014-ben 16162, 2015-ben 19342, 2016-ban 20540, 2017-ben 30884, 2018-ban 56959, 2019-ben 49428, 2020-ban 70435, 2021-ben 87920. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!